hatalmas nagy sietségben vagyok, ugyanis 7 óra 30 perckor kezdődik a Barunga Reserve-ben, az Ausztrália Day kapcsán egy ilyen őslakosoknak a rituális tánca, úgyhogy most arra sietek ezerre, hát persze, hogy pár perc késésben vagyok megint. Állítólag 1 órás lesz, de azért szeretném felvenni a kezdetektől. És most szerintem el is tévedtem, úgyhogy mindjárt jelentkezek újra. Na most már biztos, hogy kések egy 5 percet, vagy még többet is. Hát erre se jártam még, erre se sétálgattam. Egyébként szerintem ezt a részt nem még csinálták meg. Ugye elkészült a Crown. Alig kapok levegőt. Szóval elkészült a Crown, a Sydney-nek a jelenleg legmagasabb épülete, ami egy kaszinó, és ezt nézzétek. Itt megyek végig, és valahol ott lesz ez az egész. A nap a Vugulora ceremóniával kezdődött, ami befogadást, megértést és a megbékélés idejét szimbolizálja. Ez tényleg egy szent és elmélkedő kezdete volt az Ausztrália napnak. A kumári táncosok a tegnap meggyújtott tüzet hozták magukkal, amit a Goat Islandről szállítottak ide a Barungarúba. Ez az ősi dohányzási ceremónia megtisztítja az utat az új kezdetek előtt. Eura nemzet Gadigal népét ünnepli zenén, táncon, nyelven és szertartásokon keresztül. Az ausztrál őshonosok története több mint 65 ezer évvel ezelőtt kezdődött, és továbbra is a világ legrégebbi élő kultúráját tartják fel. Végül meghallgattuk a nemzeti himnuszt, ahol angolul és eura nyelven, vagyis a helyi őslakosok nyelvén hangzott el a himnusz. Miközben a Barungarúban voltam, elkezdődött a Sydney Splash jótékonysági úszás is, ahol 1, 2,5 vagy 5 kilométeres hosszúságú távokon lehetett indulni. Most lett vége a ceremóniának, úristen, milyen durván megnyomta a maszk az arcomat. És hát őszinte leszek, hogy elérzékenyültem. Többször elérzékenyültem, de tényleg nagyon szép volt a táncuk, a zene, az ének, minden, remélem nektek is tetszik. És még annyit akartam elmondani Ausztrália nappal kapcsolatban, hogy ugye ezt január 26-án ünnepeljük, ugyanis 1788. január 26-án volt, amikor Arthur Philip kapitány partra szállt az első flottával, és kitették az Uniónak a zászlóját. Ugye ők már egy pár nappal előbb megérkeztek Botany Bay környékére,
Azonban ezt a napot, amikor partra szálltak és kitűzték a zászlót, ezt számítjuk Ausztrália napnak. Ez a nap ugye az itt élő aboriginaleknek, vagy más néven őslakosoknak. Egyébként ezt a szót nem igazán szeretik, ezt az A-val kezdődő szót, indigenous, az sokkal, sokkal szebb kifejezés. Úgyhogy az itt élő őslakosoknak ez egy invázió napja, illetve tényleg egy tragikus nap volt, hiszen ettől kezdődően nekik máshogy kellett élniük, és elvették ugye az ide érkező britek a földjüket. És már robogok is a Sydney Harbour Bridge-hez, ugyanis ott lesz egy ilyen ferry és hajós kis látványosság, úgyhogy még maradt 2 órám a 2 program között, valahol eszek egyet, kicsit filmezgetek még a városban, tényleg abszolút kihalt, úgyhogy ez azért nem szokott jellemző lenni, még a Covid ellenére sem. A Macquarie utcában visszamehettünk a múltba, és vintage buszutazáson vehettünk részt. Ez a megemlékezés a Szalutálás Ausztráliának, ami a Sydney Hickson Road Reserve-nél található. Itt egyébként a sok-sok ausztrál hozzájárulását ünnepelték. Most már itt vagyok a hídon, hát nagyon fúj a szél, közben meg 20.000 fok van, és itt vannak mögöttem a hajók, mutogatják itt magukat, és a ferrik is. Sydney kikötőjében 1977 óta évente megrendezik az óceáni extravagáns ferritont, ami Ausztrália egyik legnépszerűbb és legismertebb ingyenes eseménye. Egyébként ezen 4 ferri vesz részt, de ahogy látjátok, nagyon-nagyon sok hajó köröz össze-vissza, akik csak azért jöttek ide, hogy élményt nyújtsanak a látogatóknak és a nézelődőknek.
Mi a gyors repülőgépes bemutató után hazajöttünk, és az esti programot már a kanapéról néztük, mert rengetegen hallgatták élőben a különböző koncerteket, és nézték meg a tűzijátékot is. Remélem, hogy tetszett a videó, jövő héten újra jelentkezem, de addig is szép napot nektek!